Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban meg akarom nektek mutatni azt, hogy hogyan csináljatok Snake Oil-t, és hol találtok hozzá alapanyagot. Mutatom is. Először is érkezzetek meg Valentine-ba. Valentine-ból követitek ezt az utat. Ha már látjátok, hogy itt vagytok a térképnél ezen a részen, akkor itt ezen a részen lesz egy pár Indian tobakó. Abból lehet majd kraftolni. Mutatom is. Az Indian tobakó így néz ki. Felszeditek. És már lehet is használni. Miért fontos snake oil csinálni? Azért, mert ezzel a dedájodat fel tudod tölteni. Mutatom is. Potent snake oil. Nekem van 19. És fel is töltődött. Újra nézzük. Na most 18. Fontos enni is. Mindig etessétek a karaktert. Ugyanezen a területen, ezen a részen, itt fogtok megint találni Indian tobakkót. Gyűjtsetek össze, amennyit csak tudtok. Ahogy visszaértetek az Indian tobakkóval, itt a hentes környékén Valentine-ban van egy tábor, ahol van egy kis tűz. Nem egy, hanem több is. Kiválasztjátok a tonikokat, és itt ezen a környéken a potent snake oil-t válasszátok. Egy Indian tobakkó kell, és nyertek vele egy potent snake oil-t. Ezek a snake oil-ok jók, mert tudod használni a PvP-kbe. PvP-khez is fogok nektek adni tanácsot, hogy milyen fegyvert, milyen felszerelést vigyetek, és milyen kártyákat választatok. Ahhoz, hogy tudjatok snake oil-t csinálni, kell nektek egy pamplet, amit a fence-nél tudtok megvenni. Valentine-hoz legközelebbi fence szerintem az Emerald Ranchon lehet, itt. És tőle tudtok venni egy pampletet. A pamplet az ilyen recept, már is mutatom. Jobbra nyíl segítségével megnyitom a satchelt, ez a táska, itt vannak a receipt pampletek. És nekem itt van a Special Snake Oil pamplet. Ez egy ilyen 900 dollárba kerül, de hát ilyen 1000 környéket, de 1000-nél biztosan nem több, 990, valahogy így. Itt van leírva, és onnantól kezdve el tudjátok készíteni magatoktól is. Az egyik PvP-s kártya itt van. Painted Black, ami gyors összeszűkülést eredményez, gyorsabban tudsz szérozni és kiékszeri az ellenfelet. Akkor a másik a Winning Streak. Minden egyes lövésnél ugyanaznál célpontnál nagyobb sebzést tudsz okozni. Ez fontos, mert hogyha egyszer eltéveszted, nem tudod fejbe lőni és csak nyakon lövöd, a második lövésre úgy nagyobbat fog sebezni. És az maradandó sérülést okoz neki. Vegyük úgy, hogy az életfunkciói meg fognak szűnni az ellenfeleknek. Második kártyám. A for an A, szemet szemért. Minden egyes megölt ellenséget, amit fejlövéssel öltél meg, visszanöveli a dedájulat. Egy kicsivel. Mondjuk én felszoktam őket fejleszteni, nekem kettes, de elég. Harmadik nagyon jó kártya. Never Viteut van. Ő azt tudja, hogy ki tud védeni neked egy fejlővést. Általában a PvP-ben mindenki ezt használja, mert egy fejlővést a sapkád, a kalapod, bármit kivédi, de mindig legyen valami a fejeden. A második kártya képesség PvP-nél Slippery Bastard. Őt azért szeretem, mert ha bekapcsolom a Deadeye-t, manuálisan tudok csak célozni, és az ellenfeleim nem tudnak automatikusan rám célozni. Nekik is manuálisan kell rávinniuk a kis fehér pöttyöt az én karakteremre, hogy le tudják puffantani. Ez a kártya nagyon hasznos. Szóval általában ezt változtatom,
és ezt. A kártya, hogyha használod a dájt, akkor lassabban fog elfogyni. PvP-knél, hogyha ezt a kártya kombinációt használom, ami jobb oldalt van, akkor a fenti két kis rövid csövű shotgun szokták használni, és ezzel futnak és lövik le az ellenfeleket. Mutatok nektek ebből egy kis bemutatót, remélem élvezni fogjátok. Fegyverek. A Lancaster Repeater szerintem az egyik legjobb fegyver a játékban. Hogyan lőjetek minél pontosabban? Amint látjátok, a kör összeszűkülése az a fehér ponthoz érkezik. Amint beleérkezik a fehér pontba, oda fog lőni. De ha nem érkezik meg, akkor abban a körön bármerre eshet a golyó. Ezt felgyorsítani csak úgy érdemes, hogyha használsz egy ilyen kártyát, amit most mutatni fogok. Az ő neve Painted Black. Ez az egyik leghasznosabb kártya, hogyha PvP-ben akarsz érvényesülni mások ellen. Másik fegyver a Bolt Action. Őt is egy nagyon jó fegyvernek tartják, mivel 5 golyó fér el a puskában. Events Repeater. Ez is egy nagyon hasznos puska. Ne felejtsétek el a puskát megtisztítani. Minden PvP előtt fogjátok meg a fegyvert és tisztítsátok meg. Mert láthatjátok, hogy mennyivel gyengébb így a puska használt állapotban. Amikor mocskos, ez nem jó. Tisztítsuk a fegyvert. És már is jobbak az értékek. Ha tehetitek és van elég pénzezek, mindig tegyétek rá a legjobb dolgokat. 26 lőszer van benne, elég gyors tűzgyorsága. És pontos is. Mondjuk itt lassabban szűkül össze a kör, mint mondjuk a Lancasternél. Egy fél másodperccel lassabban. És nem akar összeszűkülni egy hamar kör. Elég gyorsan tölti be a puskának a lőszerét. Szóval nézzük. Fogjuk. Szélzünk. Belövi és kész. Kész, az is megvan.